Köszöntök mindenkit, én Király Farkas vagyok, és engem delegált a Parnassus kiadó, az itt látható Szevaszám Mivo című kötetnek a kiadója, hogy vezessen fel ezt a beszélgetést, ajánlja a figyelmünkbe a kötetet, a kiadó többi könyvét is. Itt is látható. Igazából az én közöm ehhez a kötethez az, hogy én terveztem, én tördeltem, tehát nagyon sokat dolgoztam rajta, benne vagyok a szövegben, a képi világában is, majd a szerkesztő erről kérdezni fogja a szerzőt, gondolom, de ha nem kérdezi, magától is fog mesélni. És fontos, én most húzom rá a telefonom, remélem, hogy önök is megtették, és akkor én átadom a szót a szerkesztőnek, meg a szerzőnek. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Döme Barbara vagyok, ennek a könyvnek a szerkesztője. És hát nem akarok magamról beszélni, de az egy mondatot annyiban muszáj, hogy Dáviddal minket nagyon érdekes kapcsolat fűz egymáshoz, amellett, hogy együtt dolgoztunk. Szól ez a mikrofon? Lehet hallani? Szóval. Jó, mert hogy mindketten debreceniek vagyunk. Ez szerintem már önmagában egy olyan kötődés, ami Budapesten szerintem mindenképpen összekovácsol bennünket. De amikor megtudtam azt egy közös munkahelyünkön, ahol véletlenül kerültünk egy szobába tulajdonképpen, mert nem egy volt a munkakörünk, hogy Dávid az a kisfiú, akinek az édesanyjával én egy szerkesztőségben dolgoztam Debrecenben, Fazekas Valériával, akkor megmondom őszintén, hogy keblemre öleltem még szívesebben és szorosabban Dávidot, úgyhogy ez egy nagyon érdekes momentum volt, és nagyon örültem neki, és annak is, hogy itt van most Valika, és körünkben üdvözölhetjük, reméljük, hogy ezt majd időnk egy kicsit beszélgetni. Szóval, most visszatérve a könyvre, arról beszéltünk Dáviddal, mi már túl vagyunk egyébként egy debreceni könyvbemutatón, ami szerintem jól sikerült, sok barát eljött, és jókat tudtunk ott is beszélgetni. És arról beszéltünk Dáviddal, hogy ugye egy kicsit rendhagyó módon most nem csak erről az új kötetéről beszélnénk, hanem arról, hogy az ő munkássága egyáltalán hogyan jutott el eddig a kötetig. És mielőtt erre rátérnénk, átadom neki a szót, mert úgy gondolom, hogy ő is szeretné köszönteni a közönséget. Köszönöm szépen. Igen, hadd kezdjem a köszönetekkel, és ez nem csak protokoll. Nagy-nagy köszönet a Parnassus kiadónak, mert ugye nélkülük nem vagyunk itt. Nagy-nagy köszönet az Íróboltjának, mert hogy nélkületek nem vagyunk itt. A legspeciálisabb köszönet éppen ennek a két embernek, akitől most megkaptam a szót. Azon gondolkodtam, hogy vajon a magyar kortárs irodalomban hány ember kap egy ilyen csapatot maga mellé, hogy egy Döme Barbi a szöveg szerkesztője, és hogy egy Király Farkas rakja össze a könyvet, és készít hozzá egy olyan dizájnt, hogy még a legnagyobb kritikusom is azzal hívott fel, hogy Dávid, még nem tudom, mi van benne, de eddig ez a legpopásabb kis könyvet. Úgyhogy nagyon nagy köszönet nektek, hogy ebben így benne voltatok, és hogy így hárman kihozhattuk szerintem ebből a maximumot. Leginkább nektek köszönet, mert hogy így péntek 17 óra, és így rám szálljátok ezt az órát, másfél órát. Ez nekem így mindig izgi. Szóval tudjátok a legtöbben rólam, 20 plusz évig diplomata voltam, szóval ha elnökökkel kell kezet fogni, meg minisztereket kell tárgyalni, abszolút nem nő meg a pulzusra. Most meg ti eljöttetek ide, hogy azzal foglalkozzatok egy másfél órán keresztül, amit én írtam, így szívvel, lélekkel, ez nekem sokkal izgibb, és úgyhogy hatalmas köszönet nektek. Léci, bármikor bárkinek bármilyen kérdése van, az tegye fel, akár azonnal, akár a végén. Tehát most ez ne egy ilyen karót nyelt kulturális rendezvény legyen, hanem legyen olyan az energia, hogy nyugodtan bármikor bármit kérdezhetek. Igen, köszönöm. Nem tudom, hogy igen, tehát az első könyvbemutatómon, az első sorban ott ült a 60-as Tokiói olimpia ezüstérmese. És arra gondoltam, hogy
miért rólam van szó? Most miért rólam beszélgetünk? Most itt ül egy olyan világhírű hegedűművész, aki nincs olyan nagy operaház, ahol lejátszott volna. Megint kicsit izgulom, nem tudom, hogy miért rólam beszélgetünk, mikor olyan emberek vesznek körül, hogy wow, tehát megtisztelő. A munkásság szó elhangzott, és számomra ez egy kicsit vicces. Ugye én nem az irodalomból jövök az irodalomba, hanem nekem van egy civil szakmám, és először belekóstoltam az irodalomba, utána úgy tűnt, hogy valamilyen szinten betapadok a dologba, és most itt vagyunk a harmadik könyvemnél. Nem tudom, hogy ilyen nagy szavakat, hogy munkásság lehet-e egyelőre használni. Van, szerintem mindenképpen lehet, de ha már te említetted az első két kötetedet, meg azt, hogy diplomata voltál, vagy tulajdonképpen, meg én úgy emlegettelek téged, meg amikor írtam rólad az ajánlót, hogy világutazó, én ezt szeretem egyébként a legjobban használni veled kapcsolatban, és szerintem ezt nem lehet kihagyni akkor, amikor a te könyveidről beszélünk, hiszen ebből táplálkozik minden. De kicsit visszatérve oda, légy szíves, mesélj arról, hát ha valaki nem tudja, hogy egyáltalán diplomataként hogyan jött az irodalom, hogyan jött az írás a te életedben. Aha. Mondjuk én tudom, a családi hátteret ismerve azért nem annyira meglepő ez a dolog, de mesélj erről. Igen, de van egy nagyon nagy különbség. Szóval újságíró családban nőttem fel, aki is már tudja, aki nem, az most már tudja. Tehát a szövegalkotás az abszolút olyan volt, mint az oxigén. Tehát az, hogy tudom, 16-17 évesen publikáltam egy újságba, és akkor ez ilyen, úristen, ott van a nevem az újságba, ki van nyomtatva, idegenek ezt elolvashatják, akkor az nagy szám volt, de ebben úgy beleszoktam. Tehát ez az olyan volt, mint az egyszerű. De fikciót írni, az nyilván egészen más, mint az újságírói műfajokat művelni. Amikor én olyan 20 éves voltam, akkor én úgy gondoltam, hogy majd én szeretnék fikciót írni, mert hogy szerintem olyan gyönyörű az életem, és annyira hálás vagyok a sorsomnak, meg a döntéseimnek, hogy olyan az életem, amilyen, hogy ezt én szeretném elmesélni és továbbadni. És hogyha lehet, akkor ugye multiplikálva, amire kiváló fórum mondjuk az irodalom. Hála jó Istennek volt annyi, hogy kell ezt mondani, hogy önfegyelmem, vagy hát az önismeret szó az a 20 éves Dávid Kárról nem hangozhat el. Szóval, hogy én egy kis hülye gyerek voltam 20 évesen. Egy csomó nagy írónk, költőnk, lásd a most 200 éves Petőfi Sándor, megírta az életművét 20 évesen. Én, hogyha 20 évesen... Hogyha én 20 évesen fikciót írtam volna, szerintem az szar lett volna. Mert nem volt annyi élettapasztalatom, nem volt annyi... Hogy is mondjam, nem láttam talán saját magamat olyan tisztán, az engem körülvevő világot. Szerintem, hogyha én akkor írtam volna fikciót, azt ki kellene kukázni. Meg hát, ha már ezt a párhuzamot hoztad, és itt körünkben egy József Attila Díjas költő, aki szerintem meg is tudja ezt erősíteni, hogy azt hiszem, hogy verset írni fiatalon lehet, prózát írni lehet próbálkozni, de ahhoz meg kell érni mindenképpen, úgyhogy talán ez is lehet az oka. Nem tudom, kérdezem. Szóval szerintem mindenki számára az egy üdvös megoldás volt, hogy én csak 30 évesen kezdtem el abban gondolkodni, hogy na most már tényleg itt az idő. És talán az egyértelműsítette, hogy itt az idő, hogy az életemnek elkezdtek olyan fejezetei kialakulni a civil hivatásomnak köszönhetően, amelyek a történeteket jól csokorba fogták. Diplomataként először elmentem Lengyelországba, ott nagyon szép történetcsokrok születtek, utána itthon voltam, utána diplomataként elmentem ugye a Dél-Kelet-Ázsiába, majd harmadik körben elmentem Dél-Amerikába. És nyilván ez olyan ezek az életfejezetek olyan hátteret tudtak adni a különböző emberi sztoriknak, amiket vagy láttam, vagy magam átéltem, hogy úgy voltam vele, hogy na igen, ezeket már érdemes. De miért nem naplót írtál, vagy miért nem riportkötetet, vagy dokumentumkötetet? Hol volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na akkor most itt jött el az idő arra, hogy én, amit te fogalmaztál, fikciót írjál, én inkább úgy fogalmaznék, hogy szép irodalmat, vagy irodalmat.
Köszönöm szépen, hogyha lehet így minősíteni a könyvemet. Varsóban volt ez, 2011-ben, pontos hónapnak, hogy mondtam ki. amikor egyébként hazaküldött e-mailekből, amelyek eléggé napló jellegűek voltak még, szedtem össze olyan 20-25-öt, és édesapámnak elküldtem egy e-mailbe, hogy figyelj már öreg, erre lehetne építeni már egy olyan könyvet, hogy talán egy novellás kötet, vagy talán egy kis regény, vagy valami. És akkor édesapámnak erre az volt a válasz, hogy fiam, ehhez te nem értesz. Tehát ez egy szakma, ez vagy megtanulja az ember, vagy nem tanulja. Ez egyébként hogy esett neked akkor abban a pillanatban? Mert egy olyan embernek, aki írni akar, az szerintem ilyen gyomros, nem? Igen, is, meg nem is. Édesapám soha nem az a dicsérő jellegű karakter volt, amikor harmadik általános iskolában hazahoztam egy olyan magyar dolgozatot, amire 3-5-öst kaptam. Édesanyám elolvast, és azt mondta, hogy hát pici kisfiam, hát ez tökéletes, hát ez nagyon ügyes, ez fantasztikus. Hazajött édesapám, elolvasta, és megkérdezte, hogy David, érdekel a véleményem? Igen, persze, gondoltam, hogy most akkor kapok egy dicséretet. És mondta, hogy akkor hoz egy piros cerkát. És végigmentünk a szövegen, és akkor így, David, biztos, hogy ide két jelző kell? Nem lenne elég egy esetleg? Vagy figyelj, az a mondat az túl hosszú, azt szedjük ketté, stb. Szóval ez nem ilyen ledorongoló. De azért gondolj bele, hogy másnak ezért fizetnie kell. Te ingyen kaptál ilyen tanácsokat. Persze, ezért mondom, az én életem szuper. Ebben is tök szerencsés voltam. Illetve vagyok. Szóval a kérdésedre válaszolva, igazából félig meddig napló alapon indult el a dolog, és szépen magamnak kellett felfedeznem azt, hogy jaj, most fikciót írok, akkor nyugodtan átnevezhetem azokat a csajokat, akkor nyugodtan megváltoztathatom az utca nevét, akkor igazából két sztorit egybe is fűzhetek. Szóval az első könyvem, a Diplomata út előtt hátosságban, aminek a hátterét Lengyelország adja, az még egy ilyen nagyon ösztönös és össze-vissza született könyv volt. Annak nagyon örülök, hogy ugye édesapám a szövegeket elolvasgatta, és ami nem tetszett neki, azt kegyetlenül kiírtotta. Hál' Istennek nem mondta meg, hogy kellene a helyet csinálni, tehát azt nekem kellett mindig végig szenvednem néha. Volt olyan, amikor megvolt egy fejezet eleje, meg volt egy fejezet vége, és tudtam, hogy valahogy ezt jól össze lehet kapcsolni, és nem volt meg, hogy kapcsoljam össze, és két hétig szenvedtem rajta. Mi a picsa, esküszöm, törölni fogom a számítógépről ezt az egész fejezetet, mert valami kéne, és így még nem jó. És akkor egyszer Varsóban reggel zuhanyzom, abszolút nem ezen jár az agyam, azon jár az agyam, hogy a nagykövet milyen hülyeségeket kitalált aznapra, és egyszer csak megjött, hogy úristen, megvan. Ucélok ki a zuhany alól, úristen, egy tollat, egy papír, gyorsan. Leírtam, oké, megvan az összekötő. Na hát tudod, az zuhanyzás, nekem már hajat kell mostunk ahhoz, hogy jöjjön valami. Múltkor utána néztem egyébként, hogy van ennek valami biológiai vagy biofizikai háttere. De egyébként mert már tényleg kutatni fogom, hogyha neked meg az zuhanyzás közben jönnek a dolgok. Nemrég voltam egy szakmai beszélgetésen, ahol arról vitatkoztunk hosszasan, illetve aztán azonos álláspontra jutottunk, hogy Magyarországon többen írnak, mint olvasnak. De hát ez ugye nem annyira jó, és tudjuk, hogy jó író az lesz, aki sokat olvasott, sokat tapasztalt a világból, de az olvasás az nagyon fontos. Kik voltak számodra a példaképek? Erről beszéltünk már egyébként Debrecenben is, mert ugye én említettem neked, hogy nyilván, hogyha az ember a Szevasz Amigót olvassa, akkor rögtön már ez ugrik be neki. A nagy előttként, de hogy kik voltak azok az te életedben, akár gyerekkorodban, akár felnőttként, akik meghatározták a te későbbi íráshoz való viszonyodat? Szerintem, hogyha még néhány fórumon elmondod ezt, hogy Márquez mint nagy előd, és ez így összeköttetődik a nevemben, mint a Jászberényi ugye a magyar Hemingway, akkor nyugodtan lehetek én a magyar Márquez, légy, ti is terjesszétek ma. Nem, természetesen viccelek. Most tök jó lenne komoly arccal, vagy ilyen drámai belegondolással elmondani, hogy fú, az én nagy irodalmi inspirációim, de úgy korrekt, hogyha megismétlem, hogy én nem az irodalomból jöttem az irodalomba.
Tehát én messze nem vagyok olyan olvasott, mint mondjuk ti, vagy aki évtizedeket beletett a magyar irodalmi életbe, akármilyen platformokon, akármilyen outputtal. Hogyne, persze, nyilván meg vannak a kedvenceim, tínédzser koromban végigmentem a tínédzser standardokon, tehát most mondjam azt, hogy Salinger, akik nektek is. De hogyha dél-amerikaiak, akkor az egy nagyon fontos ilyen kiinduló pont volt, hogy a szomszéd srácnak köszönhetően én hatalmas argentin szurkoló lettem 10 évesen. Ez mint foci. Ez nem argentin irodalmi rendezvényekre jártam. Ezt megnézném, hogy hajrá Márquez, hajrá Márquez. És ez utána egy tínédzser koromban ez kiegészült azzal, hogy fú, hát hogyha mindig az argentinoknak szurkolok, akkor kicsit olvasunk már utána ennek az országnak. Ja, semmi internet még ugye a fiatal generációnak. Maradona volt? Maradona. Hát Diego már akkor öreg volt, de jöttek az újak, jöttek a hosszú hajóval. Az volt az időszak, hogy minden argentin focista hosszú hajó volt, Dávid pedig 10 éven keresztül természetesen hosszú hajó volt. Szóval elkezdtem utána nézni, és akkor fú, milyen természeti szépségek vannak ott Dél-Amerikában, akkor jött Borges, tehát Borges volt az első olyan, pedig őt elég nehéz olvasni, és mégis ő volt az első olyan dél-amerikai, amelyik ilyen komolyabb nyomot hagyott rajtam. Emlékszem például, hogy édesanyámmal és Hugival az olasz tengerparton vagyunk, és olvasom az eszéit Borgesnek, és akkor utána mondom tesómnak, hogy úristen, Hugi, basszus, ez mindenképpen olvasd, ez zseniális. Azonnal, ahogy hazamegyünk, megveszem az összes könyvét. És akkor, ha már jó argentin volt, akkor jöjjön még egy argentin Cortázar. Benne azt szerettem legjobban, hogy 15 perc alatt el lehetett olvasni, amit írt. Nem olyan rövideket írt, ez nekem ilyen nagyon szupi volt, mert utána mentem tovább. Volt egy barátnőm Debrecenben, aki hatalmas nagy Márquez fan volt, akkor ő rajta keresztül jött az a vonal. Szóval igen, a dél-amerikai a standardokat tudnám mondani. Isabella Allende, fú, nagyon-nagyon. Borges szerintem nem annyira ez a standard, mert sokan, tehát mi ismerjük, de szerintem azért kevesen olvassák, mert ahogy mondtad, szerintem nagyon nehéz olvasni. Én meglepődve hallgatom egyébként ezt a történetet, hogy te azért kezdted el őt olvasni, mert az argentin foci csapatnak szurkolt, mert én azt gondolom, hogy nekem például irodalmárok adták a kezembe először, tehát azért az, hogy valaki magától veszi a polcról, az szerintem azért annyira nem szokványos, és ebből is látszik, hogy azért akkor nem szokványosan gondolkodtál sohasem az irodalomról. Lehet. Biztos. Nem tudom, hogy ezt tudnám kifejteni bőven. Nem kell kifejteni, ez a megállapítás volt. Nem kérdés. Már kerülgetjük itt az előző könyveidet, meg már említettük is, de akkor mesélj kérlek erről a két kötetről egy kicsit bővebben. Mik voltak ezek, miről szólnak, hát ha valaki nem ismeri? Aki ismeri ezeket a könyveket, elnézést, most vesztegetni fogom az idejét pár percig, aki nem, annak pedig akkor elmondom. Szóval az elsőnek a címe az volt, hogy Diplomata útlevéllel a hátizsákban. Ez volt az a kötet, aminek az írása idején álltam át arra, hogy úgy lehet fikciót is írni. Úgyhogy abban a kötetben még egyébként a sztorik nagy része az tökre valóságos. Persze egy kis koreográfia változott, a nevek megváltoztak, de az még majd, hogy nem naplóregényként indul, aztán persze úgy köztem kicsit átalakult. Annak a könyvnek a hátterét Lengyelország adja, illetve a szélesebb értelemben vett Közép-Európa. Egy fiatal magyar diplomata srác elmegy, és egy évet eltölt Varsóba. Ezt kitaláltátok, nem állt túl távol az én személyes valóságomtól. De a sztorik, azok emberi sztorik. Tehát a diplomácia, illetve Lengyelország csak háttérként szolgál, illetve hát egy-egy novellában előjön, hogy mit csinál az ember a nagy követségen. Aztán amikor... De bocsánat, ezt egyébként szabad? Már úgy, hogy leírni? Nem, fikciós, mert mit, tehát... Mert nem tudom, hogy milyen
milyen titoktartási kötelezettségeid vannak ott, tehát hogy mi az, ami, tehát hogy szűrted meg például, hogy mi az, amit még leírhatsz, mi az, amit már nem? Ezzel azért nem kell foglalkoznom, mert a fikció, tehát hogyha oda van írva az elejében, hogy... Hát jó, fikció, oké, de hát hogyha valaki magára ismer, akkor azért lehet diplomáciai csetepaté. Hát olyat nem írtam. miniszter úr a delegációs vacsora után a fülembe súgja. Dávid, legyen szíves, hogy vigyen el a bankoki, mit tudom én, transvestiten egyet. Nem, tehát ilyen nem volt. Mindegyikben bele van írva, hogy a könyvben szereplő események, szereplők helyszínek a fantázia szülőményei. Többnyire. És akkor ezt a többnyire kitettelt, ezt mindenki tegye oda, ahova gondolja. Kérdésekre válaszolva, hogyha szakmai szöveget írnék, akkor nyilván nem írhatnék konkrétumokat, de mivel fikciót írtam, ezért igazából teljesen nem írom. Nos, és akkor a második regényed? Igen, na és ott az egy nagyon nagy különbség volt, mert amikor kimentem Dél-Kelet-Ázsiába, akkor én pontosan tudtam, hogy most fogok írni még egy könyvet. Míg az elsőnél ez abszolút nem így volt. Az első az ilyen foszlányokból jött össze. Úgyhogy volt már nálam kis noteszke, és akkor jött egy ötlet, már azonnal írtam fel, mert rájöttem saját káromon tanulva, hogyha van egy jó ötletem, akkor nem mondhatom magamnak azt, hogy ezt majd este leírom, mert este már csak az jut eszembe, hogy basszus, volt egy jó ötletem. És abszolút nem lesz meg, hogy ez pontosan mi volt. Úgyhogy legalább címszavakban felírtam, úgyhogy sokkal gyorsabban született meg az a könyv. Nem bruttó, mert ugye közben napi 10-12 órán dolgozik az ember nagy költségen, de sokkal hatékonyabban írtam azt a második könyvet. Aki nem ismeri ezt a könyvet, az első fele egy budapesti házi buliról szól, majd utána egy bizonyos megoldással én azt átkötöm egy délkelet-ázsiai történet csokorba. És az a történet csokor Dél-Kelet-Ázsia mindenféle országában, mindenféle emberi szituációkban játszódik. Részben én, mint egyes szám első személyű mesélő veszek részt a történetekben, részben pedig csak figyelek és csodálom a különböző kultúrák különböző valóságait. Nos, az első írásod megmutatásáig, amit édesapádnak és édesanyának megmutattál, és a említett két kötetig között eltelt jó néhány év. Mikor mutattad meg nekik, és mi volt erre a reakciójuk? Hozd-e apukád a piros tollat ismét? A másodikra mondasz? Meg az elsőre. Hát az elsőnél folyamatos volt a piros tollazás, amint azt már említettem édesapám részéről. A másodikat meg nem mutattam meg neki, mert úgy voltam vele, hogy ezt már basszus meg tudom írni magam is, és elegem van a piros tollból, és majd, ha a végén azt mondja, hogy ez szar, akkor azt mondom, hogy oké. Na de amikor ki volt nyomtatva, akkor mit szólt hozzá? Azt hiszem pozitív volt összességében a véleménye róla, igen. De a legnagyobb kritikusom Hugon, és azt tudom, hogy Hugonnak az első például jobban tetszett, mint a második, és a harmadik tetszett neki legjobban. Édesanyámnak pedig az összes tetszett, úgyhogy szerintem neki van igaza. Igen, mindenképpen. Na akkor beszéljük a Sebas Amigóról, hiszen azért jöttünk elsősorban ide. Azt már mondtuk, és nem szeretném természetesen spoilerezni a történetet, mert az nem lenne korrekt, hiszen vegyék meg a könyvet, miután majd itt befejezzük a beszélgetést, és olvassák el, mert az az igazi. Minden esetre azt már említettük, hogy Dél-Amerikában játszódik ez a történet, és bár azt is mondtad már itt, hogy valós, hogy fikció, de hát ugye azért mégis tudjuk, hogy ezek azért mégsem teljesen a fikcióra épülnek, hiszen ott voltál Dél-Amerikában, történtek veled a dolgok. Na most, mint én már tudom a választ, azért megkérdezem, mint naív a hallgatóság, hogy mennyi ebből a valóság, és mennyi a kitaláció, mármint ami a könyvben. Mert hogy majd olvasni fogják, szóval vannak benne azért nagyon húzós dolgok. Én volt, hogy felhívtam szerkesztés közben Dávidot, és azt mondtam neki, hogy figyelj már, szerintem ezt a fejezetet hagyjuk ki, mert ez nagyon húzós. Tehát, hogyha ezt elolvassa valaki, akkor azt fogja mondani, hogy puh. Szóval, hogy azért nem akarom elmondani, mert akkor lelövöm a poént. És ő azt mondta, hogy de ő beleáll, és egyébként jól is tette aztán, én azt gondolom. Na szóval mennyi a valóság és mennyi a fikció? Konkrétumokat illetően nyilván jó volt a fikció.
De én azt remélem, hogy az ottani tapasztalataimat át tudtam vezetni a szövegbe úgy, hogy hiteles a szöveg. Nem azt jelenti, hogy úgy történtek a dolgok, és azzal, és ott, ahogy ez le van írva, természetesen, hiszen fikciót olvastok, de én azt remélem, hogy egy olyan hiteles világot tudok átszűrni az én tapasztalataimon keresztül, akár Dél-Kelet-Ázsiáról van szó, akár itt most Dél-Amerika egy fiktív nagyvárosáról van szó. Úgyhogy ebben a tekintetben ez nem fantasy, hanem ha elolvastok egy-egy történetet, és úgy érzitek, hogy akár ez így is lehetne Dél-Amerikában, akkor végeztem ilyen jó munkát, mert hogy akkor hiteles a környezet. Aztán, hogy a sztorik kinek hogy esnek. És mielőtt tovább mennénk, most az órára néztem, hogy meg fél órája beszélünk itt a helyet, hogy hallgatnánk valami történetet a kötetből, megkérnélek, hogy akkor az első részletet olvasd fel. Ennek a fejezetnek a címe az, hogy Kenőcs. Megnéztem a függetlenségi emlékművet. Nagy, büszke betoncuc, díszőrséggel, zászlóval, napi két himnusszal. Nem éreztem különösebb inspirációt, az arra lófráló turisták is inkább csak kötelességszerűen kattintottak egy-két szelfit, aztán mindenki ment tovább, ki erre, ki arra. Én például a Jiménez negyed irányába, mondják, hogy ez kemény, izgalmasnak tűnik. Átvágok néhány utcán, már látom az alacsony házsorokat. Korábban a gyárak népe lakott itt, aztán évtizedek alatt lakóházakból bazársorrá vált a hely, a családokat árusok szorították ki, a kavalkád szép lassan törvényen kívüli zónává alakult. Mint egy Rodriguez filmet néznék, nem a valóság. Hamar belátom, taktikai melléfogás volt idejönni. A gírbe-gurba sikátorokban kellene a mobilos térkép, hogy eljussak a túloldalra, de nincs az Isten, hogy én itt elő merjem venni a telefonomat, még kevésbé, hogy bizonytalanságot mutassak. A szemkontaktust kerülve udvariasan visszautasítok néhány ajánlatot, itt a kokaint és a lányokat is olcsón mérik. Veszek egy filléres napszemcsit, ne lássák, hogy a szemem kiutat keres. Határozott léptekkel fordulok minden második sarkon, jobbra, majd balra. Ennek a taktikának működnie kell. Ha a taktika nem működik, teljesen máshol jutok ki a káoszból, mint gondoltam, de se baj, kiértem csöndben, inzultus nélkül. Tekintetet, tudatot magába húzó festmény szemben, egy tűzfalon, most már előkerülhet a telefon is. Egész nap köd volt, így is leégett a képem. Érdekes, nem túl biztató. Szevasz, Andrió, mondja a lány a pult mögött. Miben segíthetek? Leégtem egy kicsit, valami kenőcsöt keresek. Szegénykém, igen, a gringókat megviseli az itteni nap. Tessék, egy aloe verás uborkás vitaminos krém, hogy rendbe tegyük a bőrödet, aztán itt lesz neked egy 70 faktoros izmos naptelje továbbiakra. Köszi, jöhet mindkettő, de semmi gringó, Európa közepéről jöttem. Hát, Isten hozott Európa közepéről ide a dél-amerikai napsütésbe. Egy német barátom mesélte, hogy ott bemondják a hírekben, hogy 8-as, 9-es az UV-sugárzás. Nálunk akkor annyi, hogyha felelős az ég, mint ma. Ilyen fehér bőrrel nyáron a lakáton is leégsz meglátva. Nem csúfol, nem provokál, kedves félmosollyal közli a tényeket. Az ő bőre élettel teli, egy pillanatra a fahéj színére emlékeztet. Arca alapján aymara vagy guarani lehet. Látja, hogy a kezét nézem, rákérdezek, honnan származik. Nem tévedtem. Édesapám aymara, anyukám spanyol volt. Még én is fent 4000 méter környékén voltam kicsi. Rajtam aztán nem fog az UV nevet. Megyek utamra, kéne valami árnyék. Van nálam egy kemény fedeles képregény az Inka legendákról, a fejemre teszem, hazáig jó lesz. A borítón Inti, a napisten, most megküzdett saját sugaraival. Hát nagyon jó volt, köszönjük szépen. Egyébként tényleg, engem ilyen hülyeségek is érdekelnek, szóval, hogy tényleg ennyire megviselt téged a dél-amerikai napsütés, az ottani lét, hogyan tudtál egyáltalán beilleszkedni. Szóval ez egy olyan kultúra, ami annyira távol áll az európai kultúrától, vagy legalábbis én így képzelem, mert látom az arcodon, hogy nem értesz az elejét. Az részben egyetértek, csak én imádom a minél távolabb és minél kaotikusabb és minél különböző kultúrák megismerését. Az nem vitatható, csak hogyan lehet ebbe beilleszkedni, vagy hogyan tudtál alkalmazkodni? Kellett alkalmazkodni? Persze, hát azzal adom meg a tiszteletet. Oda megy a brit, meg az amerikai, nem alkalmazkodik, csak hisztizik, meg igyekszik elmondani a helyieknek, hogy hogy kéne csinálni a dolgokat, az úgy nem oké. Én azért megyek oda valahova, bárhova,
hogy megtanuljam az ő észjárásukat, hogy felfedezzem az ő életüket, viselkedésüket, mindennapjaikat. És ez ott nagyon jó volt. Ugye én Perúban éltem, Perúban a legerősebb talán, és Bolíviában az őslakos kultúrának a hatása a mindennapokra. Igazából, míg Argentina meg Chile igazából két európai ország, addig ez a része Dél-Amerikának, ez pont, ahogy mondod, egy nagyon érdekes, kicsit egzotikusabb, hogy is mondjam, élménycsomag. Én ezt nagyon szerettem. Tehát én, amikor az első szabad hétvégémen, amikor ez nem az első hétvégén volt, mert a nagy költségen a hétvégén is dolgozik az ember. Szóval az első szabad hétvégémen elrepültem Cuscóba, és ott van egy csomó ilyen turista helyszín, amit jól meg lehet nézni. Én meg beültem egy taxiba, és azt mondtam az embernek, hogy a Maps.me applikációról kinéztem egy olyan túraútvonalat, ahol reméltem, hogy senki nem lesz, és senki nem volt. És akkor túráztam egy kicsit ott a hegyekben, felmentem 4000 méter fölé, mondtam, hogy yes, tök jó, itt vagyok a magas hegyen, kapkodom a levegőt, nincs oxigén, tök jó. És akkor egyszer csak ott ült egy ilyen kis közösség, egy ilyen, mit tudom én, 5-6 házas falu, akkor a kis színes, szoknyácskás anyókák árulták a kis karkötőket, akkor vettem egy kis karkötőt, leültem a fiatalokhoz, próbáltam beszélgetni, ők egymással kecsó nyelven beszélgettek nyilván, a kedvemért átváltottak spanyolra, az ő spanyoljuk más volt, az én spanyolom meg kifejezetten szar volt meg akkor, de mosolyogtam rájuk, és őszintén, ők mosolyogtak rám, és őszintén, és akkor így volt egy nagyon szép, amíg a taxi meg nem jött, volt egy nagyon szép ilyen 3-4 órás, 1 órás szituáció, amikor úgy voltam vele, hogy wow, ezért jöttem. Nem az öltönnyakkendős, kristálypoharas kocintatásokért vagyok diplomata, hanem azért, hogy ilyen helyzetekbe kerülhessek, és hogy egy picit belekóstolhassak a helyieknek a valóságába. Szóval persze, hogy alkalmazkodni kell. Például 70 faktoros naptelje, az totál valóság. Hogyha én kimegyek a napra, akkor piros. Hogyha utána bejövök, akkor lehámolok és kezdődik előről. Ja, de én mindig úgy éltem meg, tehát amikor nagyon messze vagy attól, ahonnan származol, és ebbe belegondolsz, az mindig egy nagyon izgalmas érzés. És valakivel beszélgetünk, pont Farkassal beszélgettünk erről, hogy kimentem reggel futni, és akkor ott van a csendes óceán, a délcsendes óceán. És belegondolok, hogy Dávid vagyok Debrecenből, basszus. És akkor én most így futhatok reggelente a délcsendes óceánon. Nézem a hullámokat, mit tudom én, hány százmillió éve hullámzik itt, ez ugyanúgy nap, mint nap, percről percre. Egy kicsit úgy kiráz a hideg az embert, egy kicsit úgy ad egy ilyen boldogságot, hogy ide is eljutottam, meg amoda is, meg oda is. Ja, nem, olyan kultúrsok nem volt, bocs. Ja, nem, semmi, csak... Azt is akartam tőled kérdezni, hogy mi volt a legmeghatározóbb élményed, de ha már ez lett volna a legmeghatározóbb, én azt gondolom, hogy ez is bőven elég lenne, de volt-e valami olyan, ami nem került be a kötetbe, de nagyon fontos volt számodra, amit hoztál Dél-Amerikából magaddal. De már mint egy élmény? Élmény, nyilván. Tárgyat is mondhatsz, de élményre gondoltam elsősorban. Hát, hogyha az a kérdés, hogy ilyen durva élmény, akkor persze a perui börtön és a perui kor. Ja, nem én kerültem börtönbe, hanem csak ugye diplomataként feladatomat teljesítve kellett látogatni perui börtönben, meg hát ugye sajnos, amikor magyar állampolgár kórházba került, nem is akár, hogy szerencsétlennek minden baj volt, akkor meg oda mentünk nyilván látogatni, meg segíteni neki. Az keményen. Tehát, hogyha ha bármelyikőtök bármikor bármilyen oknál fogva egy perui börtönben és egy perui kórházban, vagy egy perui kórházban találja magát, az nem az lesz életetek high pontja, vagy kell ezt mondani, hogy ilyen legszebb élménye. Nem akarok aktuál politikába belemenni, hogy a magyar egészségügy, nem, a perui egészségügy, ez úristen. Tehát ez a magyar egészség. Én nem ezt mondtam. Csak azt mondtam, hogy Perú ne kerüljön senki kórházba. Tehát ilyenek vannak, persze, nyilván ott 2 évet voltam, tehát 2 év alatt átél az ember olyat, ami utána kimarad egy nyilván pár oldalas novellás kötetből, de gyűlnek a következő könyvhez, gyűlnek az élmények, tehát mindig. Mert mondom, ezeket soha nem
konkrét, pontos, dokumentarista módon jegyzem meg, hanem ötletekként. És simán lehet, hogy majd akkor egy perui börtön, vagy egy perui kórház előkerül. Vagy nem perui, hanem majd valahova elteszem a koreográfiában, vagy egy következő könyve, vagy egy következő novellában. Nem tudom, hogy amikor olvastad a könyvet, látták-e a nézők, szerintem lehet, hogy nem. Kicsit megmutathatjuk, mert ugye ez a könyv ahol is nagyon különbözik az átlagos novellás kötettől, hogy rengeteg fotót találunk benne, és ezek a fotók, vagy ezeket a fotókat mind Dávid készítette. Hogyan jött ez a fotózás számodra? Tudom, hogy nem direktről, hanem ez egy véletlennek köszönhető, de mesélj erről. Nem, hát tehát, hogy kezdjük azzal, hogy én nem vagyok fotós, mert... Nem is azt mondtam, tudom, hogy fotói vannak. Igen, de én meg ezzel akarom kezdeni. Szóval, hogy a fotós az ért hozzá, az megtanulta a szakmáját, és az profi módon készíti a képeket. Nekem meg ott volt a zsebemben egy mobilteló, és az első napomon Dél-Amerikában körülnéztem magam körül, és láttam, hogy úristen, ezek a fali festmények, ezek zseniálisak. És az első napon tudtam, hogy még azt nem tudtam, hogy Farkas zsenialitásának köszönhetően ilyen szép formában, de már azt tudtam, hogy valahogy ezek a fali festmények adják meg majd. De egyébként minek különbözik a graffiti és a fali festmény? Szerintem ezt látni fogjátok. A dél-amerikai társadalmak városi részének egy nagyon fontos kifejező eszköze ez a fali festmény műfaj. Ugye a graffiti az általában egy ilyen eltorzított felirat, Jézusom, ha vannak köztetek graffitisek, bocsánat, hogyha hülyeséget mondom. Tehát a graffiti az egy kicsit non-figuratív. Itt pedig látjátok a könyvben, vagy ahogy mutattam, ezek nagyon szép képek tudnak lenni. És ami a legfontosabb, hogy nagyon sokszor hordoz kőkemény társadalmi tartalmakat, nagyon sokszor maga egy fali festmény leír egy szép történetet, egy vidám történetet, vagy egy szomorú történetet, és van, amikor meg egyszerűen csak gyönyörű. És színgazdag, és nem tudsz mellette elmenni, és azt mondtad, hogy most akkor állok itt 5 percig, és nézem, mert ez annyira szép. Úgyhogy igen, tehát az első napon eldöntöttem, hogy a szövegeimet, a majdan keletkező szövegeimet, és ezeket a fali festményeket valahogy összegyűjtöm majd. A könyvben 8 országból vannak fali festmények, de ugye az olvasó szempontjából ez mindegy, mert az olvasó számára ez a fiktív dél-amerikai a város tűzfalainak a dekorációja. Van kedvencem ezek közül, amelyeknek esetleg a történetét is tudod? Hát nem a történetét, úgy de jó, pont eltaláltam. Paraguayban voltam, meggoogliztam Paraguayt, és az volt odaírva a Google-nek az első lapjára, hogy a világ legunalmasabb országa. Én ezt megkérdőjeleztem, mert én voltam Bruneiben. Úgyhogy szerintem Paraguay csak a második legunalmasabb ország lehet, de úgy voltam vele, hogy én mindenhova el akarok menni, akkor erre egy hétvégét kell pontosan rászállni. Akkor nem egy hetes nyaralásra fogok Paraguayba menni, hanem menjünk el egy hétvégét. Úgyhogy ezt gyorsan le is tudtam, még alig 2-3 hónapja voltam ott. És azt mondom, hogy Paraguay fővárosában, Paraguayban is rengeteg őshonos kisebbség van, ott inkább dzsungellakók, mert ez egy alföldi ország. És ott találtam egy ilyen fali festmény, ahol egy őslakos van, ugye eleve az, hogy hót kopott az egész, ez már nekem nagyon feeling. Tehát ugye egy őslakos van a képen, és a könyv, amit olvas, az Latin Amerika története. Azt hiszem, igen, history, Latin American history, nem tudom miért angolul, mindegy. De a lényeg az, hogy fordítva fogja. Tehát fejjel lefele fogja. És szerintem ez egy nagyon erős metafora, hogy úgy teszünk az elit, a fehér ember, mintha mi foglalkoznánk az őslakosokkal, mint hogyha mi kicsit támogatnánk őket. És ezt persze minden kirakatba kitesszük, minden poszteren szerepeltetjük, de közben meg az nem valós. Tehát nekem ez egyik kedvencem. Illetve van még egy, azt most nem keresem ki, mert valószínűleg nem találnám meg, ahol, ami csak egyszerűen szép, van egy nagyon szép fali festmény, és egy anyuka és egy kisgyerek szaladnak a fali festmény előtt. És én az ilyen anyuka és gyerek ábrázolásokat eleve is nagyon szeretem, és mindig, hogyha ilyen szépet látok, akkor mindig úgy vagyok, hogy most elvonulok, hogy ne lássák, hogy könnyezek. és pont úgy kaptam el a fotót,
hogy nincs a lábuk a földön, hanem mindketten így szaladnak a levegőben. Akkor hallgassunk meg még egy részletet a könyvből. Ennek a fejezetnek az a címe, hogy Tűzijáték. Olyan durran az első adag, hogy mind összerezzenünk. Persze, hogy nem hangolták össze rendesen. Úgy volt, hogy este 11-re végez az utolsó együttes, akkor kezdődik a tűzijáték, de senki nincs meglepő, mikor történt ebben a városban bármi a program szerint. A színpadon a banda tanástalanul áldogál, leteszik a gitárokat, nézik ők is a színes robbanásokat. Valaki poharakat hoz neki, a közönségben üvegek járnak körbe, van itt minden, mexikói tekilától, perui piszkói, argentin vörösbortól, kolumbiai koktélokig. Spontán éneklés kezdődik patrióta rimusokkal, erősödik a kúrjongatás, sűrűsödik a tűzijáték koreográfiája is. Oldalt a bank előtti bajszos biztonsági őr összesúg a padon ücsörgő rendőrökkel, bólintanak, ő arrébb lép a forgatagból, komotosan előhúzza ócska revolverét és a levegő belül néhányat. A körülött álló gimis lánycsapat visítozva tapsol. Nem akar lemaradni néhány új gazdag ficsú sem, náluk a legmodernebb amerikai stukkerek vannak, a levegőbe ürítenek egy-egy 9 milistára. A színpadon az eddig tétlenkedő basszusgitáros az övéhez nyúl, pár 38-as golyót ő is elerez. Rikoltozik, tapsol mindenki, rossz hallásnak jele sincs. Néhány színes, poncsós, piros szoknyás anyóka a hegyi topogós táncot kezdi járni. A tűzijáték diszonáns káoszban a nagy fináléhoz érkezik, nemzeti színek, szikra eső mindenhol, aztán egy pillanatnyi csönd után a hangfalakból népies techno indul, a színpadon az együttes összenéz, aztán röhögbe levonul. Szevasz, amigo! Nyúl egy kéz a vállamhoz, meglepetten fordulok hátra. Na hát, Sepúlveda úr! Igyekszem túlharsogni a zenét. Nem fér a fejembe, mit keres itt Cristian Omar Sepúlveda, az ország egyik legnagyobb bányászati koncernjének alelnöke topmodell feleségével. A felső 10 000 fent a kerítéssel védett negyedekben partizik, nem a pornép között. Egy nemzetközi kulturális fórumon találkoztunk, oda is alig 10 percre nézett be, hogy megtapsolhassuk, mint szponzort. Hogy itt? Kérdezem. Nézd csak testvérem, hajol a fülemhez, az utca sarkot mutatva. Ott, a Pueblo Libre páros oldalában, innen vagy 200 méterre nőttem fel. 8-an voltunk testvérek, mindegy szobában éltünk. Ezek az én utcáim. 1972 óta egyszer nem hagytam ki a függetlenség napi tűzijátékba. Kezet rázunk. Az ifjú madám affektálva puszira nyújtja az arcát, tovább mennek, három kigyúrt testőr igyekszik tartani a lépést. Körülnézek, a téren 2-3 000 ember. Ennyien lakadnak összesen a tucatnyi kis hegyi faluban, melyeknek az ivóvizét Sepúlveda úr bányái mérgezik már 15 éve vegyszerekkel és nehézfémekkel. A hivatalok, a bíróságok vezetői már vagy 15 éve nem érzik ezt problémának. Persze, miért éreznék? Ők is a kerítések védelmében partiznak, a gyökereihez hű Sepúlveda úr őket is testvéremnek szólítja. A halva született gyerekek családjainak ügyvéd nem jár, esetleg pár száz dollár perenkívüli megegyezés, meg évi egy-két tűzijáték. Hát azért elég megdöbbentő, azt gondolom. Miközben én szerkesztettem a könyvedet, sajnos én még nem jártam Dél-Amerikában, de amiről beszéltünk, hogy valóban nagyon hiteles a könyv, mert az ember úgy el tudja képzelni, hogy olvasás közben, hogy milyen ízek, milyen illatok, milyen színek vannak. Tehát már csak azért is, mert látjuk a képeken. De engem érdekel, hogy számodra mit jelentenek ezek a fogalmak? Mit jelent számodra például az, hogy Dél-Amerika ízei? Nagyon rossz kontrollcsoport vagyok az ízek tekintetében, mert abszolút nem érdekeltek a kaják soha, és mindig hülyének néztek, hogy a Magyarországról jövök, híres konyha, Tájföldön éltem, mekkora híres konyha, utána Peru. Peru annyira nem világhírű, de az amerikai kontinensen meg abszolút azt mondják, hogy úgy Peru a most, hogy kezd mondani, a gasztro központ. Dél-Amerika ízei, legyen egy argentin steak, egy Malbec-kel, meg legyen egy perui ceviche. Aki nem ismeri a perui ceviche-t, az legközelebb menjen el egy perui étterembe. Ez igazából leírhatatlan íz, mert ilyen savanyított hal, mindenféle zöldségtrutymóval. Hogyha értenék hozzá, akkor most el tudnám mondani, hogy tök jól. Szerintem ezzel nem fogom hozni az időtöket. Szóval ez dél-amerikai íze. De a dél-amerikai borok azok is nagyon híresek, nem? Nem nagyon viszont nagyjából semmi, de a bort meg különösen. De a Malbec, tehát az argentin Malbec-et azt ki kellett próbálnom, mert ugye tudod, argentin szurkoló, akkor már régóta, sőt, Borges nagyon sokat ír
a gaucsóról, akkor a steak, akkor a persze. Tehát a steaket ki kellett próbálnom, és ha már kipróbáltam a steaket, akkor az úgy illet, hogy vagy egy kis vörös borral a helyi híres mábrekkel. Dél-Amerika illatai. Ez egy kicsit olyan. Az illat nagyon. Nem, erre tudok válaszolni. Igen. Sőt, ez nagyon is jó kérdés, mert elképesztő kontrasztok vannak ugye azon a kontinensen. És amikor a csendes óceán illatát megérzed, és Perúban állandóan jön be a tengeri pára. Vagy bocsánat, Limában, tehát konkrétan a fővárosban állandóan jön be a tengeri pára, akkor ez egy ilyen elképesztően frissítő és olyan igen, egzotikus élmény. Tudod, a debreceni kölyöknek nincs általában csendes óceán a kert végében. Tehát a csendes óceán illata, majd utána lépek kettőt, és a szemétdomb illata, vagy szaga. Mert hogy olyan kontrasztok jellemzik azt a kontinens, hogy átmenet nélkül van nagyon szép és nagyon csúnya, átmenet nélkül van nagyon gazdag és nagyon csóró, és átmenet nélkül van akár például nagyon tiszta, mint egy szép természeti környezet, és nagyon retkes és koszos, mint a street foodosok által ott hagyott szemétdomb. De ez egy kicsit akkor India feeling, mármint hogy nem lehet összehasonlítani nyilván, de Indiában is azért megvan ez a nagyon erős kontraszt. Igazad van. Nem tudok ehhez mit hozzátenni. Ebből a szempontból igen. Tehát ott is, most még 3 nappal ezelőtt Katmanduban voltam, igen, ugyanez. Tehát a leggyönyörűbb tibeti buddhista templomban csinálsz egy meditációt, kilépsz és elhányod magad, mert a majom szedi szét a mit tudom én milyen rothadó gyümölcs. Na, szóval viszont egy kicsit már át is kötöttél arra, amit most nézem közben az órát, hogy hol tartunk, és látom, hogy már a vége felé a beszélgetésnek, és semmiképpen nem akarom kihagyni. Ugye az elején mondtam, hogy világutazó vagy, és nekem ez nagyon tetszik, és most jöttél haza, megint egy olyan élményt élhettél meg, amiben sokunknak nincs része. Mesélj erről, és majd aztán arról, aztán majd azt kérdezem a következőt, egyszer egyet. Ha jól értem a kérdést, akkor általában az utazások. Nekem ez az, ami nekem nagyon fontos. Tehát egyszer egy ügyvéd haverom, pont Pekingből küldtem haza a baráti körbe egy fotót, és akkor tett egy ilyen kekec megjegyzést, hogy de jó dolga van valakinek, most éppen Kínába utazgat. És így mondom, tesó, bazd meg, 3 BMW áll a garázsodba. Adjál 2-t, az gyere Kínába. Tehát, hogy meghoztam döntéseket az életemben, mert hogy nekem mindig nagyon fontos volt a világ megismerése, úgyhogy nekem ez, hogy utazzak, és hogy nem tudok megölni a seggemen, az úgy részem. Ennélkül nem tudnám igazán jól érezni magam. És most megint egy hosszú útra készülsz, ha jól tudom, hová és miért, és mi lesz ebből, bármint, hogy milyen kötet születik ebből. Van-e már egyáltalán a fejedben valamiféle elképzelés? Ez most több kérdés egyben. Igen. Szóval édesanyám kérdezte többször, hogy pici kisfiam, mikor ülsz már meg a seggeden, mikor nyugszol már meg, nem így mondta természetesen, nem szépen mondta, mikor nyugszol már meg, mikor maradsz már egy helyben, vagy akár itthon. És mondtam neki, hogy ahogy régen nekem Debrecen jelentette az igazán otthon érzem magam érzést, hogy bármi van a világban, én a debreceni főtéren ülök, mint hogyha egy telefont bedugtak volna a töltőre, nő a harmónia, nő a boldogság, és akkor rendben vagyok. De ez, ahogy felfedeztem a világnak mindenféle sarkait, ez megváltozott, és jelenleg úgy vagyok vele, hogy egy tetszőleges reptér, tetszőleges boardingjánál érzem magam igazán otthon. Teljesen mindegy, hogy hova megy a gép, mert tudom, hogy valahova megy, és akkor az milyen jó lesz, mert ott tudok valamit tanulni, akkor ott rámosolyoghatok emberekre, remélem visszamosolyognak, ha nem, hát így jártam. Megismerhetek valami új kultúrát, összeszedek egy új nyelvből 3-4 mondatot, és engem ez életet, tehát hogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. Második kérdés, most a következő egy évben, illetve már megkezdődött a szemeszter, tehát a következő egy évben én online tanítok az egyetemen,
ami azt is jelenti, hogy lehetek egy ilyen furcsa digitális nomád, aki a számítógépén nem a bizniszt intézi, hanem a számítógépén bejelentkezik, és azt mondja, hogy sziasztok srácok, a mai órán akkor most erről fogunk beszélni. Úgyhogy ha akárhol lehetek, akkor úgy voltam vele, hogy mivel Afrikában még nem éltem, ezért gyakorlatilag egy hét múlva irány Tunézia, januárig ott leszek, utána pedig irány Taiwan, mert elkezdtem tanulni kínaiul, és azt rendbe akarom tenni, meg Ázsia nagyon vonz. Aki egyszer elment Ázsiába hosszabb időre, azután soha nem fog tudni megszabadulni Ázsiát, azután mindig vissza akar majd menni. Úgyhogy igen, most ez a két következő kis fejezet, hogy felvonás. Te tudatosan készülsz arra, hogy ezekből az élményekből valamit ír majd, akár a negyedik könyvedet? Ezt is pont Farkas kérdezte tőlem, hogy egy-egy kiküldetés, vagy egy-egy ilyen földrajzilag jól meghatározható fejezet engem az írásra inspirál, de engem az emberi interakció inspirál írásra. Nyilván egy-egy ilyen helyzetben, hogyha egy új kultúrkörbe kerülök, új helyzetbe kerülök, akkor nyilván egy csomó olyan emberi interakció lesz, ami elég érdekes ahhoz, hogy ilyen kis fejezetecskék keletkezzenek majd belőle. Most azt nem tudom mondani, hogy a következő könyv az most egy Afrika könyv lesz, vagy a következő könyv egy Taiwan könyv lesz. Azt tudom, és ezt te is tudod, hogy a fejemben megvan a következő könyv. Ezt nem akarom lelőni, hogy ez pontosan miről fog szólni. De ez nem egy... Mondjuk úgy, hogy ez még globálisabb jellegű lesz, mint az eddigiek. De persze, tehát hogyha mondjuk az van, hogy egy év eltelik, és még nem olvastatok tőlem valamiféle tunéziai novellát, akkor az engem meglepne. Tehát valószínűbb, hogy igen, mint hogy nem. De közben meg igen, és valami lesz. Hát, köszönöm szépen, és akkor búcsúzzon még, olvassák fel valamit a kötetből, és arra kérem a kedves közönséget, hogy addig gondolkodjon, mi az, amit még én nem kérdeztem meg. Dávidtól viszont nagyon szeretnének tudni, és akkor utána megadjuk a lehetőséget arra, hogy önök is kérdezhessenek. És ne legyetek olyanok, mint a magyar csoportjaim az egyetemben, akik általában semmit nem kérdeznek. Olyanok legyetek, mint a nemzetközi csoport, akik mindig kérdeznek. A fejezet címe Alea Iacta Est. Tényleg? Ott a patakban úszkálva az álló farkadon nem voltak ilyen dilemmáid, igaz? Ott valahogy elszántabbnak tűntél, igaz? Ha? Seggfej. Rosita, gondolkozz kérlek, 17 éves vagy, én 19. Egyetemre járok, nincs munkám, te még le sem érettségiztél. Te sem akarhatod komolyan, hogy fél év múlva pelenkázással töltsük a napjainkat. Főhőseink igyekeznek csendben veszekedni, de nem sikerül. A McDonald's népe hamar kapcsol, és lopva fülel, ahogy a latin valóság sok kibontakozik. Résztvevőink, Rosita és kedvesek kimerültek. Látszik, hogy sokat gyára mennek végig a lehetőségeken. Nem az a kérdés, hogy mit akarok, vagy mit nem. Az a kérdés, hogy ha terhes vagyok, számíthatok-e rád, vagy lelépsz és engem szarban hagysz. Nem akarlak szarban hagyni, de remélem is, különben professzor úr és az egész tisztelt tanszék meg tudja, milyen rendes ember a kedves fia. Ne fenyeges, légy szíves, nem akartam neked semmi rosszat, és te is jól érezted magad ott a patakparton, szóval ne én legyek már a felelős egyedül, oké? Nem, nem, nem. Sokat szóra mondom, természetesen mindketten felelősek vagyunk, de fogd már fel, hogy a kockázat meg csak az enyém. Sziszegi a fogai között Rosita. Melyek megcsinálom ezt a szart? Dacosan feláll, hátizsákjából kis fehér dobozt húz elő, szikrázó tekintettel vonul el a mosdó irányába. A srác tenyerébe temeti az arcát, ő is tudja, titkon mindenki őt nézi a teremben. Alig egy perc telik el, Rosita újra végig kopog az asztalok között, ledobja magát, a tesztet lefelé fordítva az asztalra teszi. Barátja falfehéren nyúl érte. Várni kell, hagy békén. Csend van, a pénztárgépek és a konyhazaja hallatszik csak. Jó tucatnyian szurkolunk a negatív eredményért. Errefelé az abortusz illegális, Amerikába kell menni érte. Nem igaz is jobb, mint két egymást alig ismerő tinédzser elcseszett élete és egy nem várt túlszülött szomorú gyerekkora. Akárhogy is, a kocka el van vetve. Rosita nyúl végül remegő kézzel a műanyagba zárt ítéletért. Negatív, mondja csendben. Barátja ököllel a levegőbe csak. Nagy levegő, sóhajtozás, kínos nevetgélés, hitetlenkedő fejcsóválás. A feszültség a nézőtéren is oldódik, az alapzaj visszatér. Tudom, mit kárdítasz? Folytatja a lány pár pillanattal később. Nagyon köszi minden, de légy szíves, ne hívj többet, jó? Feláll,
rendbe szedi a dzsekijét, vállára dobja hátizsákját, és a földet nézve kisétál. Carlitos egy darabig mozdulatlanul ül, aztán előhúzza a telefonját, és a képernyőbe mélyed. Se következmény, se tanulság. Köszönjük szépen, és akkor megadjuk a lehetőséget a közönségnek, hogy kérdezhessenek, vagy ha valakinek valami kérdése. Na, ezt mégiscsak nem tudom, hogy a csoportban. Semmi van, mindig meg dolgom. Vagy pedig annyira sokrétű volt a beszélgetés, hogy nem tudjátok eldönteni, hogy pontosan melyik. Igen. Igen. Nagyon érdekelne, hogy nekem nagyon tetszett, hogy ebben a könyvben a képzőművészet ekkora teret kapott. És hogy ez egy ilyen fordulat, nálad tervezett, hogy a következőben is. Sajnos nem, elköltkezik csomagol egy minket. A képzőművészetként ugye a fali festményekre gondolsz. Persze, Dél-Amerikában ez a fúzió, ez valahogy annyira egyértelműen adta magát, hogy én nem akarok ilyen nagy szavakat használni, hogy ez nem lehetett másképp. Tehát tényleg éreztem, hogy megírom a... Hogyha elolvassátok a könyvet, van benne egy Kolibri című fejezet. Az nem él az a fejezet anélkül, hogy megmutassam azt a csomó Kolibri ábrázolást, amely a fali festményeken van. Aztán ugye vannak ezek a társadalmi üzenetek, vannak a szépségek, vannak a csúnyák, van ilyen is, olyan is. Szóval ez nagyon adta magát. Persze az én döntésem volt, de talán ez egy nagyon egyszerű döntés volt. A következő könyv, ami jelenleg a fejemben meg a számítógépemben már alakul, oda nem hiszem, hogy ez annyira illik. De nem fogok elzárkózni. Ja, várj! A következő könyvben például zene lesz, de nem fog megszólalni a könyv, szóval... De nem lehet, komoly zenei utalások lesznek benne. Na, például ez. De fotózni egyébként továbbra is fogsz, csak nem biztos, hogy a könyvben benne persze, lesz. Persze, de hát az nem érdekes, nem vagyok jó fotós, csak saját... Hogy kell ezt mondani? És saját örömömre dokumentálom azt, amit na látod, ez szerintem, amit kimondtál, az utolsó dokumentálod, szerintem azért ez fontos. Tehát akármilyen minőségben is, de dokumentálod, és a szöveg mellé a kép az hozzáad mindenképpen a szöveghez. Na, ebben nem egy most az jutott eszembe, hogy akkor azt csinálhatjuk, hogy a következő könyvben megjelenik, és akkor a könyvnek a Facebook oldalán meg fejezetenként tudok hozzátenni. Na, teljesen mindegy. Majd brainstormingolunk. Bárkinek jó ötlete van, az mondja, és akkor majd ingyen könyvet kap. Megint a bemutatón le tudjuk vetíteni a képeket. Például. Az is akár. Mert van egy még kérdés? Nem. Ha nincs, akkor megköszönjük a figyelmet, és mindenkit arra biztatok, hogy vásárolja meg a könyvet, ami itt lehetséges, és természetesen Dávid nagyon szívesen dedikálja mindenkinek, ami hozzátesz még a szöveghez és a képhez is nagyon sokat. Úgyhogy köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy jöttetek!